Én vagyok Darth Vader. De ez ki, az a műsor. Te pedig Yoda. Naponta együtt voltunk, és engem át tudtál verni, de még itt a színházban se tudtam, hogy te drogfüggő vagy. Ott volt a nagy vezércikk, hogy Szabó Józa kitört a drogpoklából, majd a minden héten megjelenik, vagy lapilapon, egy héten keresztül megjelenik a lapilapon, ott a sarkában, hogy tépj és nyerj. Tegnap volt, ha bármikor ránézek a kezemmel, még nehezen szokom ezt a gyűrűt az ujjamon, mert tegnap volt az esküvőm, és ki pucolja ki hamarabb a maga oldalát? Joda! Lézerkart? Jó, akkor tegye fel a kezét, akinek működik a szer. Amíg azt megtaláljuk, addig én bepugyozok. Kit? Most itt? Megy be, fehér pólóba. A barátnőd. Húha, csend lett. El kell kezdeni? Érzik, igen, nézők is érzik, hogy mindjárt be fog kezdődni valami, nem? Ki fog jelezni, vagy az előbbi izé az már az volt? Ez már az. Előbb így is mutogattak már. Így is mutogattak már. Most kéne mutogatni, izé, és akkor befejeztük. Azt terveztük, hogy kb. 45 percig erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan kezdődik el egy előadás, hogy hogyan tud, hogy hogyan nem tud elkezdődni egy előadás, aztán majd maradék 5 perc vagy 4 órában pedig kíváncsiak vagyunk egymásra a Vilivel. Most jöttem, hogy elfelejtettem kifesteni a körmömet hozzá. Igen. Mert csak a kopott részei vannak. Látszok első, hogy kifested a körmödet? Hogy? Ja. Láttalak már kifestett körmmel. Egy éllakkal a legjobb. De hogyha ha nem... Az van a lányomnak ilyen déllak sütője. És az nagyon szép, az egy darab így. A rendes lak az hamar kopik, de kopottan is jól néz ki. Hát, de belakozd a körmöd, és akkor vagy nehezen tudom elképzelni, hogy aztán ez egy... Sütögetem? Aha. Hát így a lányommal nem tudsz elképzelni, hogy ő süti a körmömet, közben végre egy kis alkalom, hogy beszélgessünk. Ez nem olyan... Ja? Mert amúgy kamasz, és nem olyan sok alkalom van már. Beszélgetni. A közönség elvileg nincs, tehát a felvételben ők nem léteznek. Akkor ők maradjanak csendbe, kérjük meg őket, hogy ne nevessenek, ne. Azt akkor nem mondták, tudjuk vágni az anyagot csak azért, tehát hogyha beletetszik nevetni, akkor nem. Azt is mondták, hogy ne, az ne legyen, hogy ők kérdezzenek, úgyhogy most kezdjük ezzel. Egy ember kérdezhet egyet. A győzőtől és egyet tőlem. De milyen alapon a másik szűrjük? Ember. Hát a nyújtsd meg a sok így belendülő kezet. Ja, igen. Hurra, ne. Igen, most nézd el kezem, megnéztem én is. Csak megmenteném a... Na, nem kell megmenteni. Nem, hanem, hogy én csak nem az egyetőre egyet, hanem a kettőtől, hogy a bajuszt összehangoltál. Ezt már tegnap erre gondoltam, hogy ez téma lesz. Két ilyen pornós bajuszt látom. Pornós? Én kamionosnak tudom. NDK-s pornós, nem? Kicsit. A győző után az engem, azt gondoltam erről. Nekem ez a... Ugye az a film, tévésorozat, ami megy a televízióban, amit a RTL Klubban csak úgy hívva, bocsánat, az egyik kereskedelmi csatorna úgy hív, hogy a televíziózás halálcsillaga, mert ha ezzel szembeállítanak bármit, bármilyen más csatornán, akkor biztos, hogy ő győz és kilövi a másik programot. Tehát ez a mi kis falunk. Várjál, nem értem. Én vagyok Darth Vader. Igen. Én vagyok Darth Vader. De az ki, az a műsor. Te pedig Yoda. Mit nem értesz ezen? Mire utaltál koromra? Ezt tedd így magad elé, és akkor még a szín is megvan. Szeretem a sportszeretet, meg a fogakra rossz. Az ember. Az előbb esett ki az egyik ilyen egészségügyi fogpótlásom. Úgyhogy most egy örületes fájdalommal próbálok mosolyogni. Ez, ja. Majd én is valami fájdalmat megpróbálok. Hát találj ki gyorsan valamit. Vagy arról is szólt, hogy mindig csinálunk valami performance-szerű, vagy ilyen, a tilosodály performance-szerűen mindig csináltunk valamit, csak arra gondoltuk, hogy mit tudom, összeverekszünk. Ugye azzal kezdjük az egészet, hogy egy vagy rendhagyó módon egy nagy gúnyó. Én arra gondoltam, talán az a jobb, ha nem szólalunk meg. Hosszan.
És az a helyzet, hogy a Vili ezzel nem viccel. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy hajajaj, akkor neked mi jut erről eszedbe? Ja. Ugye? Aha. Elmondjuk? Ne. Na miért nem? Ha, mert most nem beszélünk, vagy ja, csak ilyen rébuszokba beszélünk, amiből ők semmit nem értenek. Na, olyan előadásunk is volt, hogy elmondtunk el. Amsterdam. Főztünk, nem? Főzt, Amsterdam. Kártyaparti? Igen. Jó. Meg a véres tampon. A láma. Láma. Nevettek. Láma. Azt nem tudom. Lámaköpés. Ja, igen. Azt, igen. Azt az, jó, ezt én azt nem is felejtettem, az nagyon jó. Igen. Ezt hadd meséljem, aztán Paint elmondhatod te. Nem, de igen, most pont az, hogy volt egy kínai vacsora című előadásunk, amiben az volt a lényeg, hogy megfőztünk egy kínai vacsorát, és elmondtuk a viccet, csak a Paint nem. Elmondtuk mint a 8 viccet, és a Paint nem, és minden egyes... De közben ittunk. És közben rengeteget ittunk. És szerintem fejenként megittunk egy-egy liter bort, vagy sört, vagy bármit, és akkor... Mi töményet ittünk, mi meg töményet, igen, mi ittünk a töményet. Lényeg az, hogy meg elkészült a vacsora, de egy adott ponton túl már csak a poénokat mondtuk be. És aki összetudta rakni a poént, és a 8 viccből, akkor az, és akkor ilyen, voltak ilyen teljesen véletlenszerű fölrögések. De szerintem ez egy izgalmas dolog. Most is elmondjuk, mint egy filmnek az előzetesében, ugye elmondjuk a igen. Igen, a címszavakat, a felütéseket, és akkor majd egyszer majd mindenki, vagy akinél leesik megértés, akkor így 3D-s képek megvan? Nem. Tudod, amit így kellett nézni. Ja, ja. Megvan, volt egy a képzőművész, és én a képzőművész, igen, aki hosszan, és volt egy kirakat előtt álltam egy órán keresztül, és az egész az volt a legszebb, hogy bárki megmondta elsőre, és én, aki papagáj, és akkor próbáltam, és visszatértünk oda minden volt, nap. De órákig ültem a WC-en, ki az, aki nem reggel egy újsággal, most már telefonjában, de mindegy, kivittem azokat is, és akkor addig nem szállok le a WC-ről, amíg nem látom a 3D-s képet. És akkor volt olyan, hogy Krilusz Dorka is velünk volt akkor Amsterdamban, hiszen nem tudok, hogy annó volt egy másfél évünk együtt, és akkor így a másik szobában egyszer csak hangosan fölüvöltött, hogy valami formát látott, és akkor nem is az a lényeg, és akkor Vili mondta, hogy fordítva nézi. Tehát fejjel lefelé. És akkor eltegyek, jaj, milyen vagyok, fejjel lefelé néztem. Hallgottam meg később. De lényeg, hogy én vásároltam egy olyan plakátot, amin ezek 3D-s dolgok vannak, és én tényleg képzőművészként még azóta sem, tehát nem sikerült látnom, ez divatos volt egy időben, de most már nem divatos egyáltalán, hogy én majd hazaviszem ajándékba, és megmutattam az anyukámnak, vagy az apukámnak, vagy ők is pontosan ugyanaz az élményt éljek át, mint én, hogy nem látják, hogy mi van azon a képen. És az én nagyon egyszer édesen, aki már tavaly sajnos meghalt, de hogy ő óvónő, és tényleg azt hiszem ennél nagyobb ilyen igazán vizuális belővést nem igen érte, mint az én rajzaimat mondjuk megnézte a kis képzőben, de hogy így elvittem, kinyitottam, és kitekertem. Ezt sem mondtam, hogy mit kell csinálni vele, hogy kell nézni anyuka. Kitekertem, és akkor persze. Anyám, másodperc van, három maci! Mert három maci volt a izént, de anyám egyből meglátta, hogy mindenféle utatás és használati utasítás nélkül, hogy mi van rajta, úgyhogy akkor... Mert azt úgy kell nézni, mintha tükör lenne, és magadat nézni, tehát azt a távolságot. Volt a technika, benne. És kézzel, olyan volt az egész, hogy volt egy pillanat, amikor valami megindult. Tehát elkezdett kirajzolódni, és akkor azt hittem, hogy már megvan, hogy elcsípem, itt van és jön, és akkor így vissza. Ez volt az marad. Utolsó nagy figyelmeztetés, hogy nem képzőművésznek, hanem színésznek kell. Lehet egyébként. De mikor fognak figyelmeztetni, miért lettem színész? Hogy legyek valami más. Az arra ki fog figyelmeztetni? Téged figyelmeztetni? A halál. Júj! De ezt tényleg vágjuk már, csinálnak már ilyet. Jó! Hangosabban kérem. Igen, szerintem is durvát voltál. Szerintem ez nagyon durva volt. Hát a halálodik színész leszel.
exhibicionista színész. Szeretett. Exhibicionista. Ja. Szereti a fényt, csillogást. Távol. Azt akartam kérdezni, tényleg valami interjú, hogy te szereted a magányt, ezt valahol... Ja, ezt a előháttéranyagba olvastam. Erről mesélj már, Győző. Hogy mi az, amikor egyedül maradsz, és azt szereted? Olyankor mi jár a fejedben? Mert amúgy egy ilyen állandóan impulzív, pörgő társaság központja, és mégis azt szereted, hogy magányosan vagy, azt szereted. Hogy olyankor mi van? Éppen mi van? Például amikor én imádom, amikor én főzök, akkor nekem az a jóga, akkor én nem szeretek, én a csendet inkább, ahogy tetszik. Én nem az ember vagyok, akinek feltétlen kell valamit szóljon a háttérben, bármilyen zörej, zene. És nem én, úgy, mint én. Mert tudom, de valakinek ott van mindig a fülhallgató a fülébe, állandóan szólni kell, hogy zenének. Én imádom, hogyha csönd van, és például nagyon szeretek így egyedül utazni. Én motorozom, nagyon-nagyon szeretek motorozni, és elképesztő hosszú több ezer kilométeres túrákat. Figyelj! Ha egyszer, ha nem, van olyan füldugó, és azért van az a füldugó, mert hosszú utakon a szél, vagy a menetszél, meg a motorzereje, az nagyon lefárasztja az agyat, és nekem van egy spéci füldugó, mert fut teljes csöndben. Mindenre van spéci, ez a technika, ez ilyen közös bennünk, hogy a kütyük és a technika. A technokraták vagyunk, ezt mind a ketten, de közben meg nagyon szeretem a régi dolgokat. Nekem van egy Art Deco-s kenyérpirítóm otthon. Tehát ezeket a régi tárgyakat is nagyon szeretem, ópium, eredeti ópium pipám is, ugye azt még nem használtam, de én ugye volt idő, amikor használtam ópiumot, nem is keveset, nem is kevés ideig, de mindennek olyan tárgyakhoz azért nagyon erős kötődésem van. Ugrálok, mint Alinda a kérdés egybe, hogy hogy például ez valami elképesztő volt, tehát tényleg nagyon jó barátságban voltunk, együtt csináltuk, naponta együtt voltunk, és engem át tudtál verni, de még itt a színházban se tudtam, hogy te drogfüggő vagy. Tehát itt én, is csináltam. És mindig nekem mondta, biztos attól, mert feltételeztem, hogy a barátság, és akkor tudnom kéne róla. De még itt is azt tudtad mondani, hogy nem csak nem aludtam éjjel meg, amikor valamilyen furcsát láttam, és én nem gyanakodtam. Szerintem az egyetlen ember vagyok, aki utoljára tudta meg. Nem megrovásként mondom, csak hogy ez nekem, amikor ez kiderült, akkor az egy ilyen nagy... Igen? Mikor? De amikor könyvet megírtam? Nem, akkor... az Ivett próba alatt, ja, igen. Azt hiszem, amikor itt a színházban már elküldtek. Azért. Hát, igen, az érdekes pillanatok, amikor... többek között itt lenne most dob, és az ember, hogy elkészíti a cuccot, és akkor hallja a hívóba, hogy az igazgató irodába kérjük Szabó Győzőt. És akkor így elgondolkodik, hogy még akkor azt betolja-e, vagy menjen föl, úgyis mindegy, mi lesz alapon. De figyelj, semmi nem szent olyankor, tehát a cucc az mindent fölülírt, hogy überelt. És ha tudtad volna, és azt mondtad volna, hogy Győző, ne csináld, hogy hagyd abba, akkor is pökhendi módon hárítottam volna. És, fél, mert akkor, hogy de nem, de kaptam levelet, most volna. Például itt egy kollégámtól kaptam egy hosszú levelet, és arra én egy pökhendi választ is adtam. Ő az egyetlen ember, aki szerintem valamit levett, és próbált figyelmeztetni, de nem sikerült. Ilyenkor az ember nem lehet, azt tudom, hogy nem lehet. Az amikor kirúgnak a színházban, amikor elveszik a szerepeidet, amikor félig beállva elmész megnézni Nagy Ervint, aki beállt a szerepedbe, mert ugye kíváncsi vagy, hogy mégis mi az, amit csináltam, azt sem biztos, hogy képbe vagy, hogy tudom, hogy éppen mit csináltam, de ez jó érzés volt kívülről látni egy kicsit magamat, vagy illetve a szerepet, amit vagy jól, vagy rosszul megcsináltam, de azt legalább erre jó volt, hogy megnézhettem azokat az előadásokat, amivel játszottam, vagy akkor éppenséggel nem. De hát mindenkit átvertem, nem csak itt a színházban, hanem mindenkit. És amilyen dologosan sem kérem bocsánatot. Annyira közel voltunk egymáshoz a Tilos az áll alatt, mert közben együtt próbáltunk, mindent együtt csináltunk, és hogy ezt nem ez a magam naivitását, vagy... Olyan nagy titok, olyan nagyon
féltett dolog, mert ugye, mi, ahogy most is fél az embertől, az ember attól, hogy a bélyektől, hát én nagyon-nagyon-nagyon sokáig gondolkoztam azon is, hogy ezt a könyvet egyáltalán megírjam. Hát ezért most ebből a bélyekből élsz meg, nem? Tehát most ez a hír, meg ebből van most, film, most, meg... Na jó, akkor elmondok ezt a hírt, a bélyeg, ide passzol a bélyeg, akkor én azt is tudjuk, hogy én a Blicknek vagyok az egyik reklámarca kb. Vagy ilyet, 12 éve, most akkor ez... Hát az... Ha ja. tetszik, hanem inkább abból élek, de mondjuk nem csak, hogy... Meg az a nagy... Meg az a nagyobb bélyeg. Az a nagy bélyeg. De hogy... Képzeld, amikor ugye kijött a könyv, akkor a Blick abszolút támogatóként megjárt, és egy kampányt, egy stratégiát felépítettünk a könyv népszerűsítésére, és a kitört a drog poklából, és akkor volt egy nyereményjáték, ami ott szerepelt fönt a sarkában a Blick magadéka, aminek ugye ott volt a nagy vezércikk, hogy Szabó Józsa kitört a drog poklából, majd a minden héten megjelenő, vagy napi napon, egy héten keresztül megjelenő napi napon ott volt a sarkában, hogy tépj és nyerj. Úristen. Ez egy vicces volt, de... Hát igen, megkülönben meg nem képzeld el, mert egyrészt, amit már a eladások után jutalékomból kaptam, azt már rég elköltöttem. És amáig tartunk, én minden pénzt elköltök, nincs az a pénz, amit ne tudnék elkölteni. Utazásokra, meg tárgyakra. Jó tárgyakra, utazásokra, élményekre. Figyeltem nálam a tárgyakkal, én is most már nem tudok járni a tárgyaktól, én is ugyanez ja, vagyok. Hát igen, én most már kezdek kicsit de szeretnék megszabadulni. De ki szeretne tárgyakat? Vagy kérdezni, ott tartottunk. Bajusz. Ja? Mert ez abban, igen, visszatérve a kérdésre, ez abban a sorozatban nekem ez a karakterem, ez kell. Csak azért én csak plusz borostám, és amióta tegnap volt, bármikor ránézek a kezemben, még nehezen szokom ezt a gyűrűt az ujjamon, mert tegnap volt az esküvőm, és... Nem bírom a tapsot elviselni tulajdonképpen, hogyha itt valamennyire ha ilyen tápos minőségben vagyunk, és nem bírom. Nem. A hú, meg a fújogás, meg a liberális színészek, meg az megy, az jó. Az jó, mert igen, hiszen nekünk volt egy előadásunk, ami a minden rossz variáció, aminek pont ez volt a lényeg, hogy minden rosszabbat csináljon az ember, minden inkább égjen, és előtte volt egy ilyen közönség, felkészítés arra, hogy a fújolás, csak az volt a lényeg, hogy minél jobban fújoznak, vagy anyáznak, vagy fütyülnek, annál jobb a produkció, ez volt a célunk. Egy gyalázás, tehát, és egyre, amiben egyébként, bocs, hogy megszakítottam, csak ezzel így a közönséggel, hogy valahogy ezt nagyon bírták. Először még csak az volt, hogy menjetek haza, minek jöttetek ide, nem lesz, szar lesz az egész, nincs értelme, de aztán már mi a kurva anyád retkes picsáért jössz ide, te geci, menjél haza! És imádták egyre többen erről. Tényleg. Hogy ez és mindenkinek volt egy, és kérde, amikor a színészek már benne akartak lenni, tehát a minden rossz valójáté már 3-4 órás volt már a végén, mert egyszerűen mindenki benne akart, mindenki akart, igen, mert égni tudni kell, meg égni. Égni hát ez egy felszabadító dolog is. Igen, és egyre többen akartak bukni, megbukni, egyre többen akartak égni, egyre többen akarták hallani azt, hogy milyen, amikor rosszak. De aztán ott így átbénett, hogy már annyira rossz volt, hogy már jó volt. És akkor nekem, de az ugye, is megfelelt annak, mert hogy az volt a cél, hogy legyen rossz, és hogyha jó volt, akkor legyen, az... égő legyen, igen. Akkor... És aztán ott, nekem már az nem is volt már annyira égő, nekem van ez a Gyufa Olimpia számom, és akkor az már nem is volt, annak az a lényege, azt arra találtam ki, és teljesen profin kidolgoztam, arra találtam ki, hogyha egy estén egy kicsit túl italozok magunkat, vagy bármi, akkor előveszem, és nem kell hozzá más, csak egy doboz gyufa, és az a lényeg, hogy egy doboz gyufával, egy szál gyufával az összes olimpiai sportot, és minden évet el tudom játszani élete, ki tudom parodizálni, és akkor van egy súlyemelő számom, ami a szakítás vagy a lökés, amit egy szál gyufával csinálok, és minden, ami előtte van, ugye, amikor fölkészül az ember a magnéziumot, meg mindent bekeni, és akkor ez volt a szám, és ami egyébként akkor érte valóban igazi célját, vagy akkor csúcsosodott ki bennem, és akkor örültem, hogy ezt egyszer kitaláltam, mert az a lány, akit én a feleségül vettem, Rezes Judit,
a színházra utazott egy produkcióval, és abban én is benne voltam, és a milánói reptéren ő gyűlöl repülni, rettenetesen fél, mindig valakinek kell fogni a kezét, és végig szorítja a repülőúton, és már minél hamarabb otthon szeretne lenni, és ezen a reptéren ezt csak bemondták egy átszállásra, aztán Milánóban, hogy 3-4 órát késik a gép, és akkor ott elszakadt a célán, és elkezdett iszonyan bőgni a reptéren, és akkor mondta valaki, talán Lukács Anna, hogy győző, vidítsd fel, és akkor még nem voltunk együtt, vidítsd fel az olimpia, a Gyufa olimpia számot, de gyorsan elszakadtam, vettem egy gyufát a reptéren, és megcsináltam neki a létező összes, benne a pingpong, a rudugrás, a golf, a kajakozás, a súlyemelés, a magasugrás, minden. Tehát rengeteg sportot, a nyilazást, minden. És elkezdett a Juditba átfordulni a sírás, ugye a nevetésbe, és akkor az volt az egészben a legszebb, hogy ezt annak a kávézónak a teraszán csinálta meg, hogy így ott volt akkor-e? Nem. És azt képzeld el, hogy csak azért, hogy mekkorát merjek mondani, vagy színezni, azért kérdezte, hogy nem, egyébként tényleg nem színezés, de ez elkezdett másokat is érdekelni, és a fél reptél, inkább azt mondom, az egész reptél. Ezt a műsorszámot nézte, és a végén óriási taps, mint a filmekben, tényleg olyan volt, ováció, örjöttek is, és akkor azt mondtam, hogy na ez így. Ha valamiért akkor megérte, itt tapsot kaptam érte, a minden rossz variatében pedig meg fújolást, vagy... Ugye nem voltam ott, szerintem ilyen nem volt. De volt, aki azért belezakkant abba, neves színészünk, aki nagyon jó pofákat talált ki, és egyszer nagyon beégett vele. És tényleg némaságot is abba, igen. És az fájt neki? Fájt nagyon. Hát az fáj, de ha felkészülünk, igen, csak addigra már megszokta, hogy mindig jó és sokat nevetnek rajta. És egyszer ez nem úgy jött össze, és akkor az fájdalmas. Ha felkészülünk előre, hogy fájdalmas lesz, az igazi színházi pillanatokat, valóságos pillanatokat tud okozni, amikor valaki kínos tud lenni, vagy az olyan, mintha lecsupaszulna lelkileg. De a közönség is az volt, tehát nem csak magunk miatt nem hagytuk abba, hanem már volt, amikor már próbáltuk elüldözni a közönséget a legszőbb, tehát már csak kínos volt, egy kacaj nem volt, és nem, ott ültek. És várták, igen, ez, az újabb. Ez már nem is tudom, hanyadik előadások volt, de ez biztos, hogy most mondtunk ilyen hívószavakat, akkor én is mondok egyet, a lábúj, nagy lábúj. Az neked ugye... Igen, azt láttuk, nem? Az amsterdami? Tehát onnan született az egész ötlet, hogy az egy perces színházak, ahol mi egy sátorban egyetlen egy nézőnek adtunk előadást egy percben, és akkor kigyózó sorok álltak a budapesti búcsokon, meg Mixed Kármán téren. Most már tilos az áll, performance színház már kezdett elindulni, de akkor és az a hajajaj, azt majd elmesélem, de és az egész ötlet honnan indult, hogy Amsterdamban is egy nagyon egyik főtéren kigyózó sorokat látott a Vili, nem láttam, azt csak te láttad, csak ezt mesélted el, és ott ült egy úriember egy ládával az ölében, ugye, azt elmesélted nekem, én most elmesélem, akkor nézem. Jó. Én nekem is fölidézed, mert... Igen, és akkor egy gulden volt még, bedobott, vagy adott egy guldent a dobozba, kinyitotta az úriember az ölében lévő kincses nagy ládát, és akkor aki belenézett, elkezdett röhögni, nevetni hangosan, és úgy tovább állt. Tehát ez csak neki volt élmény, vagy neki szólt valamiről. És Vili beállt a sorba, és végállt a hosszú sort, és mindenki nevetett, amikor belenézett, és akkor már kíváncsian várta, odaért a láda, az bedobta az egóden, kinyílt a láda, és az ötlet nagyon egyszerű volt a fickó részéről, alul volt egy lyuk, kifort a lyukat, és ott ölében volt, akkor a lyukon csak a nagy lábúját dugta át, és amikor kinyitotta, akkor megmozgatta a nagy lábúját. És ahogy jönnek is, és nem látták, elkezdtek nevetni, és akkor Vili is, és amikor előjött az ötletével, és azt... Ilyen egyszerű a színház. Előjött az ötletével, hogy kéne csinálnunk egy színházat, és ezt látta, és valami ilyesmit. Is előadás, nem? Mert az volt, hogy legyen mindig más előadás. Hát, tudom, de hogy ezt elmesélted, hogy ez egy abszolút egy olyan dolog volt, egy meghatározó, és így jöttek a különböző, a Viziló állkapcsa című előadás, amit csak azért hívtunk annak, mert egy csapó... Hasba lőtt Viziló. Hasba lőtt Viziló, igen. Mert
azt találtuk ki, hogy volt egy sátor, középen elfeleztük egy függönnyel, egyik tér az üres volt, oda bejött a néző, beállítottuk, állj meg itt, majd a másik oldalon pedig állt egy komplett filmes táb, és akkor leengedtük a függönyt, akkor kamera ott, odaugrott a csapó, ez volt a csapó, kint azt hitték, hogy egy lövés dörren el, ezért volt a Hasba lőtt víziló címe, majd odaugrott egy sminkes, odaugrott egy néző, és rendező mondta, hogy tessék! A nézőnek, ugye? És nézze át, és így, vagy aki vagy akarta produkálni magát, vagy nem, de lényeg, hogy nem tudod. De jó, a gyerekek kiküldte ezt az dilettást, és elkezdtük mindenkit megszivatni. Instruálni is. Instruálni, meg szivatni, meg stb. Ilyen és hasonló jellegű előadások születtek, aminek szerintem a csúcsa két fantasztikus dolog, mert rengeteg jót csináltunk, de hogy ami nekem nagyon tetszett ez a virtuális valóság, akkor még sehol nem volt a virtuális valóság, és negyedik előadásunk hogy? Volt, negyedik vagy harmadik előadás. De az fantasztikus, tehát arról szólt az egész, hogy volt 12 ember, vagy nem tudom, valamennyi, leültek a székre, volt egy speaker, vagy a Tilla, vagy Tilla volt az első. Az első, igen, és az egész egy időutazásról szólt, és akik ott ültek, azok kaptak egy ilyen alvómaszkot, a speaker nyomta a domát, minden székre volt 4 ember, akkor tényleg az a performance színház tagjai, vagy még nem tagjai, de majd azok lesznek tagjai, és akkor így ment a speech, ment, hogy felszállunk az űrhajóval, és közelünk a napot, és akkor minden kellékünk megvolt, hajszállító, melegítő, hősugázó, vízispizni az esőfelhők, vagy az esőerdők bolygóján vagyunk, a vámpirok bolygóján, és Mákáson kívül minden érzékre. Minden érzékre hatottuk, a 4K, vagy nem tudom, tényleg ami van ezek a... És ezt egyébként a nézők néztek, és nekik is legalább annyira élvezetes volt, mint azok, akik ezt végigélték, mert azt látták, hogy 4 ember tüsténkedik, és így csinálja a dolgot, megemeltük a széket, mozgattuk. Tehát tényleg elértük azt, amit négy húsvér ember, amit a virtuális valóság valószínűleg tudhatott, csak ezt az ő fantáziájára bíztuk. És a legvége az volt, hogy a vámpira bolygak, mindenki megcsíptük, haraptuk a nyakát, és akkor már csak 4 ember, 2 egyedül, stb. Már csak te maradtál, állj föl! És nyilván mindenki azt gondolta, hogy az, és akkor fölálltak mindannyian, levették a szemüveget, és akkor ott a stuszpai, hogy akkor mindannyian állnak, ez volt az egyik, a másik pedig, ami szerintem... Ezeket még most is játszott ezeket az előadásokat, egyébként érdekes, hogy így elmesélsz mindent elejétől végig a poénnal, de... Tessék! Nem vagyunk sokan. Nem nagy tápszínház nézők, így az, hogy ők a jó, potenciális ez nem olyan, mint a hatodik érzek, amikor nekem mondta egy srácnak, egy haveromnak, hogy meg akarom nézni a filmet, és basszeg, hogy tényleg, hogy a Bruce Willis is halott. Most mondtad el, hát ha még valaki nem igen. Látta. Éljék át azt, amit én átéltem. Meg amit a 3D-s izével, és nem bírtam a macikat megnézni. Meg semmit. Csak édesanyám látta, én meg nem. Szóval az volt a másik kedvencem pedig, ami a szigeten volt, ez a foci, ami arról szólt, hogy megint csak a domboldalon végültek az emberek éjszaka, és volt a két csapat, és mindenkinek volt a kezében egy zseblámpa, és elindult a foci éjszaka, vak sötétben, úgyhogy a játékosok kezében a zseblámpa, és az gyönyörű volt. Keresték a labdát. Nézőként ezt lehetett látni, hogy... Vagy a... Tehát csak így... Megvan azt így, és így... Puh, egy rugás. Csak hogy megint a keresés. Itt elképesztő izgalmas volt, de így... Fény csóvákat láttuk, és az a pillanat, amikor megtaláltak, az öröm. És az örömet hogyan tudtak egybe elengedni, hogy elrúgták, el kellett rúgni, azt mondja, hogy megvan, de már nincs meg. Csodálatos volt, nagyon jó volt. Igen, mindenféle dolgot kipróbáltunk formailag, akkor még azt gondoltam, hogy így formailag keressük meg magunkat. Ez azért most, és a forma az úgy lassan hozott tartalmat is. Eleinte nem is volt igazából komolyan véve, tápszínházban nagyon sok mindent csináltunk benne, hogy szabadság legyen, mert akkoriban még inkább kötöttebb volt a színház, nagyon sok szabállyal megy, nagyon sok begörcsöl,
Hát jó, de akkor is... Várjál. Begörcsölődös. Begörcsölődése. Begörcsösödéssel. Igen. Hát nem így szerettem, begörcsösödéssüléssel, ez az. Nagyon sok begörcsösülés. Begörcsösödéssülés. Olyan, mint a Laszti, előbb megvolt, de már nincs. Igen. Jó. Minden esetre te kaptad szerintem MGP-t a legeslegjobb kritikát, amit kaphat színész. Hát ő folyamatosan támogatta. Amikor a hajajajt megcsináltuk, és akkor ami röviden elmesek, csak arra szólt, én voltam a díszlettervezője, díszletjelmez, világítás, és minden egyéb, hangosítás, amit megcsináltam, és az ott a lényege az előadásnak, aminek az volt a címe még egyszer, hogy hajajaj, hogy Vajdai Vilmos, a Tilos Zá pincéjében írta, rendezte, és Máté Gábor volt a dramaturg, és teltházott a Tilos Zá performance színe nyitó előadása volt, összes nagy rendező, színész, mindenki. Akkori meg, politikai elit. Politikai elit el volt hívva, és én kezeltem a pulton a zenét, és mindent a világítást, be volt rendezve az asztal, egy nagyon szépen, itt már ilyen tényleg Csehovi díszlet volt, és akkor ugye a sötét, akkor volt egy fogas, egy asztal, az asztal közepén egy bögre, Vajdai Vilmos megérkezett a tűzlépcsőn, a hátsó tűzlépcsőn lejött egy kabát, egy kalap, letett a maga komótosságával a kalapot, meg a kabátot, leült az asztalhoz, ott volt a bögre, beleívott a bögrébe, letette maga elé a bögrét, és csak annyit mondta, hogy ajjajjajjajjajjaj. Utána fogta, fölvette a kalapját, fölvette a kabátját, kiment a tűzlépcsőn, és elment. 30. percnél kezdett a néző. Nem, volt videófelvétel, egy elcsesztek. Mert nálad volt egy buli, tehát hogy azt igen. Tudni kell, hogy csak utána ott találkozunk, de én ültem ott, aki most vagy megnincselnek, vagy nem, de lényeg az, hogy kb. 30 percig ez volt, mint most önöknél is. Tehát tök így is. Utána egy elkezdtek mozdulni, meg hangoskodni, hogy kezdjék már. Nem hitték el, hogy ezt a Vili megmeri csinálni. És akkor egymást lecsitította a közönség, igen, hogy nyugi. Azért nem kezdik, 50, mert nem vagyunk 57, csendben. 57 percig. Akkor állt fel az első ember is ment ki, és többek között MGP is, ott volt Molnár Gál Péter, a Véres Tollú író, és színészkritikus, és ő megírta azt, hogy egy mondatban, már eljött az előadás, megnézte, hogy Vajdai Vilmos csinálja jól, ő legalább nem kínoz a művészetével. Igen. Úgyhogy ez mindent elmondott. Egy mondatban sűrítve az ő méretetlen tehetségén és humoráról, és a Vilinek a kreatív energiáiról. Igen, de ehhez még azért hozzátartozik, hogy soha többet nem jött ennyi közönség. Tehát ilyen 10-20 embernek játszottunk általában, de az nekem rendben volt. Aztán szép lassan vissza-vissza. Hát az a második aranykorba, amikor... Mert ugye azt csináltuk, hogy minden héten volt előadás, minden hét vasárnapján, és egy hét alatt készült igen. El, vagy egy nap alatt, igen. És akkor abban nagyon sok jó lett, amit aztán később ki is dolgoztam, és nagyobb előadást csináltam. És akkor ez az korszak ott, amikor ilyen hullámvölgyek mennek, emberek is jönnek, mennek, és akkor a süsfelnapban volt ez a második, igen. Amikor ez elkezdődött, és ugyanezt csináltuk. Ott viszont már ilyen kultikusak lettünk, ott nem lehetett beférni a izékre, főleg a Minden rossz varietétől. Az is, meg ez ugye hát olyan... volt az Ébredő Színház, az Alvó Színház, azért az izgalmas, amikor reggel 6-kor... Az Ébredő, igen. A 6-kor van a színház, és akkor... Mi ott benne aludtunk, és azt nézték a nézők, hogy mi hogyan ébredünk föl. Sőt, az első előadáskor ott volt a rádió is, és igen, bekapcsoltuk a rádiót, és épp azt mondták, hogy a Tápszínház színészei épp most ébredeznek. Szerintem nagyon jókat csináltunk. Volt az Alvó Színház, meg az volt a lényeg, hogy hogyan altatjuk el a nézőket aboriginál ausztrál mesékkel, és... Nem ilyen tudományos előadással igen. Altattuk őket, mint meseszerűen eladva. Ja igen, nem igazán. És aztán megzenéltünk hosszan.
és valóban elaludtak. És amikor elaludtak, akkor nagyon durván fölvertik őket. Nem? Pálka amit már bánok, jó már azóta, ez is olyan fajta dolog, amit azóta is játszunk. Tehát ezek olyanok, ilyen performance jellegűek, évente egyszer-egyszer ezeket elővesszük. Szerintem ennyi, amit el akartunk mondani, nem? Ennyi volt, nagyobb, sziasztok! Ja, nem? Viccelsz? Jó. Hát tudod, vagy most csináljuk meg azt, egy pár percig nem mondunk semmit. Igen, nézzük, hogy meddig bírja a csendet a közönség, meg mi. Én nem sokáig, ez nem az a fajta magány, amit szeretek. Nézik, hogy ülök és csöndben vagyok. Minden egy idő után meghozza maga termését, a hoppá, bármi. Hoppá! Joda! A csend is. Akkor te meg most pusztíts, Dárti. Nem vagyok az apád. Várja? Igen. A Jodának nem apja, Dárti. Csak ezek az ikonikus mondatok jutnak az eszembe. A Csillagok háborújában, hogy szeretem egyébként. Vili volt a DJ. Egyébként. Nem bírta. Nem bírja. Azt csináljunk egyet, hogy mikor bírja legtovább a győző. Hány másodpercig bírja szó nélkül? Én bírom, figyelj. Na, akkor rajta. Mi? Most? Nem bírta. Nem. Mit mondtál, DJ? Te voltál, ja, én voltam DJ. A DJ tegnap az esküvőjén. Ezért ezt el akarom mesélni, mert tegnap már a határán voltam, mert az volt, hogy hallottuk, hogy a Juditról fognak, vagy a győzőről fog beszélni az Áron, igen. És akkor tervezgettük, hogy mi is beszéljünk a Juditról, katonások vagy valami, igen. De aztán ez így magától alakult. És, de eleinte csak így rólad beszéltek mindenki. És akkor így, mert hogy ott voltam, amikor összejöttek, én már a határán voltam, csak aztán te elkezdtél mesélni, és akkor azt már nem, hogy felállok és elmondom, hogy ott voltam, hogy Torumba, Lengyelországban, ahol a győző összejött, és ott én összejöttem két csajjal, és két csajjal aludtam, de aztán sétáltunk egész este a csajokkal végig a Bástyán, meg nem tudom, ott a tengerpart is van, aztán már csak így aludtunk, nem volt semmi, mert akkor még épp, hogy tartott a házasságom, akkor nem akartam belemenni olyan dolgokba, de aztán később, mikor már nem tartott a házasság, akkor így nagyon beindultam. Tehát így elmeséltem volna magamról, most nem akarom végig, mert megijedtem, hogy magamról kell beszélni, meg a csajozásaimról, de hogy ez lett volna. Ott az esküvőben. Az esküvőben, igen. Hogy meddig bírták volna, hogy én magamról meséltem. Amúgy meg Dunaújvárosban születtem 62-ben. Két évig laktunk ott, aztán a szüleim, mert pedagógusok voltak, följöttek. Esküve, nagyon jó esküve volt, igazi családias. Igen, csak ezt ilyen nagy fekete göndör, ha még láttalak még a Meteóban is, meg a, de hogy a Véndiákban ücsörögtél esténként. Az mi? A Véndiák az a Kecskeméti utcában, az egyetemi, ugye? Egy piros kendővel az anyakadban. Minden este hazavittél egy csajt, szerintem. Nem. De. Nem menjünk bele ilyenekbe. Egyrészt itt ül a csajom. Másrészt, amit ről most már nyugodtál, most már tök jó vagy. Hát most már... Nem. Persze. Nem? Fú. Most már én is lenyugodtam. Halkan mondom, csak várjál, nem. Magamba. Most azon gondolkodtam, hogy lenyugodtam. Szépen lassan, apránként, egyenként kitekerni az iszonyat. Igen, ez az utolsó előadás egyébként, ebből úgy tudom. Ezek így olyan sokat fogyasztanak közé, meg igen, ezek nem ledek. Olyan, mint hogyha bennülnénk egy ilyen... Itt égünk. Igen, a csendekkel azt is lehet jó kis égéseket. Várják, hogy valami legyen, és nincs semmi.
Igen, csak ez egy például, amikor valaki ezzel az ötlettel állt, hogy bejön és nem csinál semmit, az oké, okay, de azt nem lehet időt. Ezek azért az égő és a minden rossz varietébe a számok, az a 2 percnél tovább már az nem jó. Meg ez volt az egyik fő, hogyha valaki akart, tehát, vagy pedig, hogy hamisan énekel. Igen, volt ez egy színésznő, megcsinálta azt, hogy egy pornót, úgyhogy egyedül. Két férfival. De az végigcsinálta, az égett is rendesen. Igen. Amikor kivette a szerszámot a nadrágból. Tehát csak a légi, tehát nem igazából volt, tehát ott csak a levegőbe játszott el mindent, de hát akkor is már égett. De próbálj, mutasd meg, hogy mi az ötleted. Ottok a színésznőnek. És hát... számomra is szempirító, de tényleg az hát kemény, bevállalt egy olyat, ami... is elpirultam. De benne volt az is, hogy tudta, hogy mit csinált, tehát azért az nagyon okosan csinálta. Tudta, hogy égni fog, úgy vállalta be, nem ott azért nem az volt, hogy tudatlanul és ott, hanem azt is kihasználta, hogy tudta előre, azt is, hogy ez nem először csinálja. Is. Érted? Bocs! Nekem, én szerintem ő már volt ilyen szituációban, hogy 2 férfival volt, biztos. Tehát olyan szakszerűen... Ilyen egyben nem menjünk bele. Vagy ilyen is közös élményeket keressünk. Nem érted? A színésztő... Tehát az nem hiszem, hogy tanulmány pornókat nézett, és akkor onnan csinálta meg ennyire profin. Tehát ő már szerintem húsvér férfival biztos 2 volt. Szerintem nem. Ettől színész a színész? Pornó. Ő meg tudja úgy csinálni, hogy... Ez tök más egy pornó, mint élőben lenni 2 férfivel mondjuk, vagy 2 nővel, vagy az nem ugyanaz, mint a pornóban. De az a különbség, látni. Hogy én 2 nővel bármilyen is szerettem volna életemben, nagyon ritkán adódik meg, ellenben egy óriási szervezés, még egy VHS kazettát, mert akkor csak azon néztem a hangalámondásos... Akkor volt ez már videókorszak. Gyere, de jó vagy! Száraz szinkronnal beraktad a VHS-t, vagy lehalkítottad, beindított anyád, és akkor átkapcsoltad a néma izére, rock koncertre. Nekem egyszer. Ez nem abból a korból volt, amiről beszél, ez már bőven a komputer korszakban, és mindenki nézett pornót. Nem, én is az elején volt videomagnóm, és kaptam kazettán valami pornót. És nem is néztem meg, nem láttam milyen, csak beraktam oda, az volt ráírva, hogy esküvő, milyen akar. És beraktam oda a többi kazettához. És a mamám, aki iszonyú prűd volt, tehát ha a moziba egy mell volt, akkor így eltakarta a szememet kiskoromban, na ő berakta ezt, mert esküvő. És az elején ilyen esküvővel kezdődött, és azon elaludt. És fölébredt, és a legnagyobb gangbang volt az izébe, tehát azonnal ment hányni, csak... Úristen! Ez eszembe már. Nekem ugyanez, hogy volt egy barátom, akinek a nagymamája... Egyébként időnként kitekerünk. Ja. Te is tekerünk. Mindjárt. A barátomnak a nagymamája, ugye régen azért hosszú snittek voltak. Bejöttek a klipvágások, már pár másodperc, stb. Minden esetben a filmezésnek megvan az úgynevezett áttűnés, hogy helyszínt vált, ugye egy kameramozgás, így akkor egy újabb képet bevágnak. Ez a édes nagymama nem értette ezt az egészet, hogy ez micsoda. És amikor egy jót akartunk szórakozni... Bocs, nem figyeltem az elején, mi? A néni, a Tamás barátomnak az anyuk nagymamája nem tudott mit kezdeni a filmes vágásokkal, hogy egyszer csak benn vagyunk, hogy kellünk ki valahonnan, tudod? És mindig volt egy reakciója, és akkor időnként elmentünk hozzá, előtte jól beszívtunk természetesen, és azon szórakoztunk, hogy berakott a Tomi egy olyan akár filmet, ami egy kicsit ilyen sűrűbben van vágva, és akkor a csodálatos volt, hogy így beszéltük, és ült a nagyon is nézett, és minden egyes volt egy ilyen, hogy nem értette, hogy kell ki, és akkor ez elmegy egy ilyen tarbélánál mondjuk, de mondjuk ez nem is csodálatos volt. De csak Tomika, ez hogy kellünk? Jó, már itt, mi ez? Igen, ez a nézők egyébként, ez teljesen ideális néző, ez a nézőkkel kapcsolatban az az élményem, hogy,
hogy sok naív, nem kell hozzá ruha. Nézd meg, nem meleg. Igen. Aha! Az meg. De meleg, de attól még ki lehet tekerni. Szóval, hogy van, aki, van olyan néző, aki nem látja, hogy milyen az előadás, hanem a darabot hallja, és arra reagál. Aha. Ezt most én nem figyeltem, mindegy. Bocs. Nem fejtem ki. Ezt értitek? Vagy értettétek? Nem, mert olyanok vagytok, akik azt nézitek, hogy milyen az előadás, nem a darabot. Ja, azt a győzött. Jó, ezt akkor ezt nem kell kifejteni. Hallod? És a tégen tök végén... De ne nyálaszd be, mert benyálaszod a kezed, akkor elrobbanhatod. Tehát egy hidegebbel hirtelen megy. Nyálas kéztől elrobban... Én, hogy legyen Yoda, egy olyan... Yoda! Ki pucolja ki hamarabb a maga oldalát? Yoda! Ugye, ez jó? Hey, várjál! Tetszik? Nem áll, Vili! Nem egy gyakorlat. Eljöttem a jó technikára, egyik kézzel megjegyetted, a másikkal már könnyebb. Ha már eleve fáj a kezed, az ujjad? Úristen, adjunk valamit a kameráknak. De kicsit beszélgessünk. Jó. Te, valami? Jobban volt áll. Valami? Tudatossága? Mert van benne valami betű? Mert nézem. Nem, végigmentem egy soron. Nem, mert kettőt kihagy, nem baj. Jó. Na jól vagy? Jól. Ja. Szóval... Szóval miről beszélünk össze-vissza? Tehát még egy témán... Ki kellett volna előre találni, hogy egy témán nem. Végigmegyünk? Nem. Valami vonalon. Hát végül is van te. Mesélj még magadról, Győző. Most hogy? Én lenyugodva látlak. Lenyugodva, abszolút. Ismerlek régóta, azért most egy nagyobb darab kimaradt, amikor nem vagyunk együtt, nem dolgozunk együtt. De hogy most le vagy nyugodva, azt látom. Előtte teljesen ízlő, mindig valami újabb dolgot, újabb és para tele, tehát ilyen nagyon impulzív, és nem feltétlenül mindig pozitívan. De most már egy pozitív kisugárzásod van. Figyelj, szerintem most elég kerek az életed, tényleg a közös otthon, amit ugye végre x év után sikerült megcsinálnunk, berendeznünk, megszereznünk. Nem baj. Gyerekek, ugye Gazsi kisfiam, aki most 2,5 éves, de csodálatos tündéri gyerek, aki csak ad és csak ajándékoz, és minket tényleg minden nap. Tényleg ajándék, annyira imádom. Igen, tegnap a gyereket, az nagyon, nagyon jó volt. A te gyerekeid is, meg a Tibi gyereke, meg az, igen, az ilyen nagy élmény. Hirtelen, hogy megkívántam. Ja, nem úgy. Csak olyan, az olyan elmúlik az a kor, amikor ennyire. Nekem olyan jól jött ki, mert 23 éves lány, aki már, a lányom, aki már ugye nagy, ő is ott volt. Most 10 éves Misi fiam, aki most robban bele az életbe, érzem, hogy mindent akar, mindent leszkenel. És ott van ez a picike, tehát most minden életfázisban, én is most 51 éves vagyok, akkor megint van egy kis pici baba. Szerintem a munkámban is, és mindenben, ami van, amit megcsináltunk, ami most otthon van, egy új berendezett lakás, ami akár egy nyaraló is lehetne, tehát így csodálatosan éltük meg az egész pandémiás dolgokat, főztem minden nap, imádok, mondtam, hogy említettem főzni, de hogy nincsen rossz, de és ide kizárok mindent, és lehet egy picit a lenyugvásnak az is lehet része, hogy tényleg most megérkeztem, azt érzem, tényleg. És nekem nagyon-nagyon nagyon fontos a sporttal, a jófajta munkákkal. Színházba? Színház. Most a tália, meg a filmes dolgok. Valahogy azt érzem, hogy azért is igyekszik az ember talán karban tartani magát, vagy én szeretnék még 10 év múlva is, nem is pont ugyanígy kinézni, de legalábbis jól kinézni, mert ugye most ez alatt azt értem, hogy nagyon sok kollega azt hiszi, hogy most akkor 50 felé vagyunk, akkor mi érdemes most már elhagyni magunkat, és akkor meghíznak, elfolynak, és én meg ezt nem szeretnék. Amikor azt írta, nem a de,
az MGP, hogy a Szabó Győző Pato Dúli szerepében, ez a Piszkavas, a már-már Pécsi Sándorosra hízott Szabó Győző, nem tudom, ez volt a kritika, és akkor azt mondtam, hogy na ez szó se lehet volna, és 106,5 kiló voltam, elmentünk a Nyíregyháza, nem, ha hisztek, hanem Gergely Ugonya, tiszai kisváros, ott van egy vízi park, ahol fókasó van. A Vásárost, amely mellett. A Budapesten nincs fókasó, de Gergely Ugonyán van. És ott elmentünk Gergely Ugonyán, Tisza park, én ott töltöttem gyerekkoromat, és akkor emeli a MGP kritika mellé, megláttam, és akkor, ahogy kijöttek a fókák, két fóka, és lefotózkodtam a két fókával, és akkor megkaptam a képet, hogy ilyen bekeret ez a hétskor, nem láttam már képen más, csak három fókát, és akkor azt mondta, hogy Jézus, Isten! És akkor az ember úgy dönt, hogy és a mennyiségre mentem rá, most már sokkal inkább a minőség, de ez biztos, hogy életkori, tehát váltás, és szerintem ez most így meg is marad. Meg is marad. Ja, én nem csak jól kinézés, hanem az életminőség, a karbantartás arra, hogy éppen maradjál. Mert én például egyre jobban nézek ki, tehát azt szoktam meg, hogy fiatal volt egy gomba, a kristálygomba, eszed még, vagy szólt még? Nem. Hát a látszik. Azért két azért, mert... Nézzétek el! Én életem ilyet nem láttam. Ugye látjuk a Willy ősz, de mert elég ugye, fekete hajó volt fiatal, akkor az neked már 10 évvel elkezdett ez a... Nekem is már bajszom, mert hajom még nem, de elkezdett őszülni. És valahonnan tereztek kristály, japán kristálygombát, amit ugye... Szibériai. Akkor szibériai. Nem, tényleg? Szibériai kristálygombát. Akkor szibériai kristálygombát, amit ugye tenyésztenék ilyen nap, mint de ilyeneket te is folyamatosan csinálsz. Tudom, de is megcsináltam, de zsuszpa én azt, hogy a Vili, ő őszolt a haja, és elkezdte ezt a kristálygombát tenni, és elkezdett megint visszasötétedni a haja. Tehát, de igaz. A Takinak, Takácsi Petinek, kérlek szépen, mindig, ha mondok valami rosszat, vagy akkor tekerjük egyet az izzon. Jó? Oké. Okay. Szóval, hogy ha nem neked, akkor a Takácsi Petinek biztos, Takinak. Elkezdett ugye vissza színeződni a haja. Tehát ne, ez elképesztő, még életemben nem láttam. Aztán elkezdtem én is inni ezt a kristálygombát. Nekem ez olyan, amit naponta kell. Tehát ez nő, ez a kristálygomba, naponta le kell szűrni, komázt belerakni, citromot, borzasztó macera az egész. Mazsolát, nem, mit kell, mazsolát is kellett betenni? Mazsolát, igen. Lehet, hogy ott rontottam, hogy én tettem bele mazsolát. Nem azt hiszem kell. Mindenesetre a férfiasságomra ráment azért. Mi? Hogy érted? Tehát a kristálygombát is... Szerintem ahhoz köze nincs, mert nekem meg... Magas volt a laszti szerintem, Vili. És én föladtam neked. Neked meg nem működött, az király. Hát nem működött, hanem egyszerűen Yoda. Lézerkard. Egész nemzedéket. Az erő veled van, Vili, mindig. Tudom. Igen, hát itt, azt akartam is mondani, hogy a korod ellenére tényleg nagyon jó. Igen, azért azt érzed, hogy azt nem csinálhatjuk, hogy nem oltjuk el mindet, viszont nem kevés van. Használom. Attól jó, hogy műanyag is vagy. Az az egyszerűbb, valaki jöjjön már segíteni. Nem tényleg, akinek van kedve, gyertek már segítsetettek elni, nem? Te az első a férfiak az első sorból, és az emancipált nők. Na, az ember, aki már cserélt villanykörtét. Na, gyerünk akkor. De lányok, nincs különbség, ugye? Óvatosan, mert meleg tényleg. Jó? Na közben azért mondj valamit, mert nem műsor a műsor. Most meséljenek ők közben az életükről. Mi újság? Cerkal működik? Jó? Azért én ilyen témát, azt ne, azért, na. Na mi, most ez az utolsó téma, nem? Lézerkard? Jó, akkor tegye fel a kezét, akinek működik a cerk. Akkor hát a nők, a lányok hátra néztek, kíváncsian. Igen. Ráadásul nem partnerre jött. Jó, értem. Amikor Vajdai Vilmost megismertem,
találkoztunk. A Szirtes Brothers, Szirtes András filmrendező csinált egy zenekart, egy dobos zenekart, és mi dobokkal, kongákkal jöttünk. De én tényleg nem is emlékszem, hogy én hogy kerültem oda a Blue Boxba. De ezt lehet, hogy nekem kéne az én szempontomból elmesélni. Majd én akkor csak az enyémet elmondom, jó? És jó. Akkor, lényeg, hogy... Lehet, hogy az én szempontom jobb előbb. Baromnak és gondoltam akkor a vajon, most mindegy. Egy igazi visszataszító görénynek, de tényleg, mert nem volt egyáltalán... Na látod? Mondjad! Mi? Ezt gondoltad? Nem, dehogy is, csak mondtam. Ezt gondoltam én, csak lehet el az én. De akkor is a nagyképű színészt láttam benned, én meg egy kis pultos voltam, már nem tudom, a tilos az elba, vagy nem. Akkor nem is volt a tilos. Lényeg, hogy aztán... Nehogy Isten, hogy a metróval kellett utaznom, és akkor a Vajdai Vilmoson volt egy napszemüveg, és teljesen külön mentünk, és felszállt is a metróval ugyanabba a kocsiba. Oda jött hozzám, erre te emlékszel, Vili? Talán oda köszöntél, és akkor így fogta. Ők dolgoznak, fogta, tudunk beszélgetni. Fogta, és az a szemüvegének az egyik ilyen izét felhajtotta, és így, na szabassz, hogy oda köszönt, emlékszel? És akkor én, akkor, arra nem, akkor, hogy végül is ez hogy lett jó. Arra de megnevetteted minden esetre, és akkor az egy jó arc, az volt a... Nem, soha volt. Nem voltam nagyképű semmiben, azt hiszem. Hát a cerkát leszámít. Ez se csak most meg kihagyhatatlan volt. De hogy nem voltam nagyképű színész, de az én oldalamról az volt, hogy a Szirtessel, aki egy ilyen alternatív fej volt, aminek én is magam tartottam, ő kitalált ezt a zenekart is, hogy találkozzunk a Blue Boxban. Ketten, és megbeszéljük a dolgokat, hogy hogy csinálunk zenekart. És ő persze késett, és ott ült egy ilyen balta arcú, roppant antipatikus ember, aki még próbált barátkozni is. Igen, barátkozni próbáltam. Első sorral mi lesz? Azt hagyjad. Közben rájöttem, hogy nem lesz sötét, mert ott vannak a hiszat. De nem a sötétet csináljuk, hanem lezárjuk ezt az előadás sorozatot. De a szimbolikus? Fölsőt is ki kell kapcsolni. A szimbolikus. Nagyon be szépen köszönjük, nagyon köszönjük a segítséget. Teljes sötétben mondani, az annyira jó lett volna. És tényleg valami, azon voltam megsértve tulajdonképpen, ez nem azért a kongáthoz. Azért láttam antipatikusnak, mert nem számítottam rá, hogy valaki még lesz, és főleg egy ilyen... Nagyon ideges volt, láttam. Megfogtam a kongáját, és hogy volt egy dob, és ott hát, a teljesen... Bármit csináltál az volna, az, hogy más is van. Tehát a Szirtessel azt beszéltem, hogy ez amúgy is nehéz, amikor változnak a dolgok, azt nehezen tudom bizonyos magánéletben. Most te is akkor megnyugodtál, lenyugodtál. És aztán nem? Tényleg a Győzővel csodálatos barátom lett utána pár évig. Az a helyzet, hogy ugye katonából én 2004-2005 elmentem, mert kirúgtak. Pont abban az évben, amikor ezt a helységet megcsináltam. De azért az a kirúgás, ez nem kirúgás, tehát az, azért de... az is van, hogy föl volt kínálva, hogy válasz, nem? Nem volt. Előtte volt arról szó, hogy ezt... Nem a drog miatt történt, nem ez nem a drog miatt, nem. Hanem a reklámok meg ilyenek, ami abban az időben a katonában még az egy ugyanazt a kört volt. Futottam le Zsámbéki Gábor igazgatóúrral, amit a Stolland is lefutott, a buci effektusnak hívhatjuk, hogy ott azért rúgtak ki színházban, majd csinált a reggeli műsort, ugye a kereskedelmi csatorna, engem meg azért, mert látott ilyen-olyan televíziós produkciókban szerepelni, és nem volt felajánlva lehetőség, de minden estem, hogyha mennek majd kifelé, hogy mentek ki, a Sufni ezeket a rozsdázott nyilakat, meg magát a feliratottam a Sufnémon, azt én terveztem, és én találtam ki, és mégis kirúgtak. És abban az évben is, az nem esett akkor jól, de közben nagyon jót tett velem a Zsámbéki. Pontosan jót tett velem, mert most csak azért mesélni, mert utána már nem voltam a katonám, hogy leszámít a Top Dogs, és a Top Dogs már nincsen, akkor olyan jó volt mindig veled találkozni, vagy hogy úgy megélni megint a dolgokat, és már az sincsen. Itt egy másik színházban vagyok, és amikor találkozunk, vagy volt, amikor teljesen spontán összefutott. Meg azért volt közöttünk is ez a konfliktus, tehát bennem is volt ez a izé. Én nem a katona szemszögéből, hogy te miket csinálsz, meg miket válasz el, hanem egyfajta alternatív, vagy underground gőgből
gondoltam, most önkritikusan is mondom, amit aztán kiengedtem, tehát azt gondoltam, hogy te, akivel együtt pultoztunk, akivel hihetetlen dolgokat csináltunk, ami igazi underground dolog. Tudom, szerintem az igen, hogy én aztán belementem ebbe. Ilyeneket bevállaltál, de ez mostanra már teljesen érthető mindenkinél, mert meg kell élnie meg. Szóval ezt én is kicsit ebben rosszul láttam, de ebből azért adott a konfliktusok, mert te meg így eltartottad magadtól, és nem tudtuk megbeszélni igazából. Te megijedtél, azonnal páncélt eresztettél magad köré, és csak az lett, hogy sértés, és akkor ilyen rossz kedvben féltél, hogy megint beszólok valamit ez ügyben, holott igazából már akkor is csak inkább viccesen, de az én hibám is volt, hogy ezt... Vagy jobban meg kellett volna tudni beszélni egy kicsit ezt a dolgot, de az meg nem ment, mert abban meg te is lezártál. Lehet, de nekem nagyon-nagyon, és most is nagyon hiányzik ez az egész dolog, amiket tényleg azok a gerilla és partizán akciók, amiket csináltam. Igen, talán sajnáltam most elveszteni is valakit az igazi, az undergroundból, ahol szerintem ahonnan indulnak a dolgok, ahol megtermékenyülnek a dolgok, amiből lesz aztán később a mainstream, meg az egyéb színház. Én úgy érzem, régóta most már kiismerem oda, hogy nagyon sok minden lett a magyar színház életben a tápszínházból, pont abból, amiket mi csináltunk, mert aztán később láttam ezeket vissza, hogy mások is próbálkoznak annak, mert ha ezt lehet, akkor miért ne, és hogy egyfajta úttörő szerepet vittünk ebbe. És valószínűleg azt sajnáltam, hogy egy ilyen embert elveszít ez az underground lét. Miközben én magam is egy ilyen skizofrén underground és katona dologba voltam. Én is akarok kérdezni, mert ugye láttam, voltam vidéken, és hogy volt korai örömkoncert, hogy ez még van neked? Akkor már annyira feltornyosult sok minden, akkor, amikor abba hagytam, akkor a tápszínház újra beindult nagyon, akkor a katonába is éppen, és azt hiszem, akkor már a gyerekeim is, gyerekem elkezdett, vagy már terhes volt a feleségem, vagy állapotos. És akkor az már sok volt. Korai öröm egyébként csak két szót, hogy honnan tanultam nagyon sok mindent, például olyan embereket is szeretni, mint a Győző, vagy olyan ijesztő, mert ez Győző ijesztő volt, lássuk be régen. Nem csak a kinézete miatt, hanem a valami izé. Tehát a korai öröm annyira nyitottságot tanultam, az egy zenekar volt, van, amiben játszottam 6 évig. És nagyon 14-en voltunk a zenekarban, lényegében a vetítősökkel, de és egy kicsit más rétegek is a világból, tehát alsó középosztálybeli, minden olyan emberekkel találkoztam, akiktől azelőtt féltem, vagy roppant antipatikusak voltak, és két mondat után, mert ilyen közvetlen volt az a zenekar, meg a rock'n'roll lét, nem tudom, az jobban adja, hogy két percen belül kiderült, hogy a világ leghelyesebb, legjobb szívű embere. Attól volt szerintem csodálatos, mert mindenki egy csupa lélek ember volt. Igen, és ezután találkoztam a Halász Péterrel is, aki ezt a én bennem már megváltozó dolgot is nagyon értékelte, és ő is kb. Ezt képviselte, és ezért nem haragszom most, hogy a Bliknek vagy az arca, bár nem helyeslem. De semmi közöm hozzá, azt gondolom. Sokkal kevesebb kritikát kaptam ezért a Blik dologért, mint amit számítottam. Mert azt te már előtte sok dologgal megalapoztad, ezt már megszokták tőled, hogy itt is vagy, ott is vagy. Ez érdekes olyan benne, hogy tényleg azért még mindig, bár a Thália színház az igényes szórakoztatást tűzte ki céljáról, ott is vannak drámai szerepeim. Itt a Katonában is volt, vagy mondjuk a Centrában a Bucival van ez a Józsaru-Rozsaru előadás, ami egyáltalán nem vicces és jófajta. Majd szerepelni egy olyan sorozatban, amit szerintem másfél millióan néznek. És igen, ha úgy tetszik a dolog, vagy Bliknek lenni az arcának, és közben megmaradni annak a nyírbátori kisfiúnak, ami szerintem vagyok, és amiért talán még többen szerethetnek, mert én tényleg én is közvetlen vagyok, de a portfólióról való igaz, hogy most nagyon hiányzik ez az alternatív, illetve
Igen, és sosem dolog, de én összetudom fés. Igen, tök rendben van, sose tagadtad meg, mindig is ezt vállaltad meg, ha netán úgy adódott, akkor jöttél is, nem adódott úgy. De volt, de. Volt, de persze. Külföldön is visszautaztam egy előadásért. Nem akarok igazságtalan lenni. Csak erre egy... A verekedést a végére terveztünk. Igen. Elején volt, de majd a végére. Összeveszünk egy 10 évre. Nem, erre egy történetet mondanék. Hozzánk katonaság együtt voltunk előfelvételisek Zalaegerszegen, Orbán Viktorral, ilyenekkel, Simicskával. Na mindegy, és lejött hozzánk, néha lejött egy-egy színész, lehívtunk, és lejött egyszer, vagy ott szerepelt, és aztán mi szeretünk volna vele beszélgetni, Bárdi György. És ő mondott egy történetet, hogy Bárdi György, aki ilyen drámai színész volt, ő volt Jumurdzsák is filmekben, az Egri csillagokban, és a Víg Színházban játszott. Egyre jobban kell pisilni, de ezt még így mondom. És ezt mindenki át fogja érezni, ezt a palát. Hogy ő mesélte azt a történetet, hogy ő egyébként a rádiókabaréban Gugyerák néven nagyon, nagyon vicces volt, és nagyon népszerű. Pillanatra felmerült bennem, ha most így nyilvánosan a kamerák előtt be is pisilnék. De úgy direkt, hogy most így elengedném. Az egy. De hát az most ennek az 50 embernek lenne nagy élmény. De miért ne okozzunk akár 2 embernek nagy élmény? És nagyon érdekes történet egyébként. Tehát Gugyerák néven volt kabaréba, és nagyon népszerű volt ezzel. De azért figyeltek a történetre is, ugye? Főleg te győző. Hát egy kis ország vagyunk végül is, tehát itt népszerű, mert régen azért jobban egy dologba összpontosult, egy-két tévé volt, tehát mindenki ismert mindenkit, aki valamilyen módon a tévébe, vagy azt az embert ismerték. És Gugyerák után már nem tudom. Elmúlt. És egyszer bejött ember tragédiájába Luciferként, ilyen nagy drámai hatással, és lentről a nézőtérről föl, a Gugyerák! Fölkiabettek. Szóval ezért rossz, és a katonában is ezért volt ez. Kicsit régiebbre megy ezekre az emlékekre alapozva is, de hogyha itt valaki eljátszik egy szerepet, azt ne azonosítsuk már az óriás plakáton lévő vicces izével. De teljesen értettem mindent, csak aztán... Most már, hogy mindenki sokan és sokféle ilyen történik, ezért ez feloldódott jobban. Tehát kell különbséget tudni tenni a nézőknek, mert nem szabad túltengeni akkor egy-egy dologba, vagy egy-egy... És akkor ez most már talán nem annyira gáz. Mármint, hogy a néző szempontból nem valaki... Emberi szempontból nem egyáltalán nem gáz. Ne, figyelj, a Blikkel nem is, engem most tényleg mindenki, a szerepnevemen szól itt mi kis falunk, tehát mindenki stokizik az utcán, de együtt kell. Stokizik az mi? Stoki a nevem ebben a sorozatban, ja. Úgy hívnak. Szinte már megint évad... visszatértünk a Cerkához. Volt idő, amikor gondolkoztam, hogy valami nevet adok neki, de nem a Stoki volt a... A Stoki egyébként az, ami a katonaságnál van, az a 4 szöglet. Én megtanultam nagyon stokizni, ami nem ezt jelenti. Mert most így hirtelen... Tudod, mit jelent? A stokizás? Stoki. Nem, a Stoki mi a Stoki. Tudom, mi a Stoki, ez egy... Katonaságnál lévő 4 szöglet. Arra kellett pontosan és fektetett gyufa magasságba összehajtogatni az összes cuccodat. Éjszakára, és ha nem volt, jött egy gyufával nézni, hanem akkor kezd előről. Milyen érdekes módon mesél egy történetet, mintha öreg lennék. Na, jó nézni, hogy iszol, tényleg. Csak válasz a töltögetéseidre. Ugye? Tekerjük ki gyorsan azokat, aztán fejezzük be. Vagy a nézői kérdések jönnek. Van ilyen? Nem oltjuk le a villanyt. De jó. Krisztián, ja, ő is tápos. Ugye? Várjál. De így nincs mit leoltani. De. Amíg azt megtaláljuk, addig én bepugyozok. Ez jó végemondat volt, nem?
Igen, de mégis akkor az a vége, hogy ez jó vége mondat volt. Meg az, hogy mégiscsak az a vége, hogy jó vége mondat volt, igen. Igen, de te most arra rámondtad azt, hogy de mégiscsak az. De, hagytam, ez de volt egy hatásszünet, bármikor el tudják vágni. A tapsot meg úgyis majd lehet akkor teszik. Úgy sincs, nem hatásszünet, de bármikor el tudják vágni, legyen ez a végszó. Oké. Okay. Ezt, hogy bármikor el tudják vágni? Az, hogy ahogy megkérdezed, hogy bármikor el tudják vágni. Legyen akkor ez. És most némán hallgassunk, és addig nem mozduljunk, amíg be nem pisilek. Ki kezdjük? Jó, ne!